Vizet osztottak a legnagyobb forróság idején a szekszárdi polgármesteri hivatalnál dolgozó diákok a nyári munkájuk részeként csütörtökön, de nem csak a város főterén dolgoztak az elmúlt napokban. Eddig a korlátokat festettük itt Szekszárdon, meg a rozsdát lekapartuk róla előtte, és akkor így szép lesz mindegyik korlát, így megújítjuk a környezetet. Sipos István már tavaly is jelentkezett a polgármesteri hivatalhoz nyári munkára. Azt mondja, akkor jó tapasztalatokat szerzett, ezért is jött vissza idén. Közel van, nem kellett nagyon keresni, könnyű volt jelentkezni. Tavaly is egész könnyű volt a munka, így úgy gondoltam, hogy idén is megpróbálom. Szekszárdon júliusban és augusztusban is 30-30 diák dolgozhat a polgármesteri hivatal alkalmazásában. Őket heti 5 napon át napi 6 órában foglalkoztatják a törvényben előírt bruttó 125 ezer forintért. Augusztusra még nem telt be a létszám, ezért akkor még lehet jelentkezni. A fiatalok a Városüzemeltetési Igazgatóság szervezésébe tevékenykednek, parkot rendeznek, az óvodák körül dolgoznak, festenek, és ma délelőtt is egy nagyon-nagyon észszerű munkát találtunk, a Szurdik útvonalakon való tájékozódási pontoknak a festésének a megerősítése. A város egyik parkos területét takarítják a helyi önkormányzatnál nyári diákmunkát vállaló fiatalok Dombóváron. Karádi Moira Hanna már második éve dolgozik itt a szünidő alatt. Azt mondja, a fizetés mellett a jó társaság miatt jelentkezett a polgármesteri hivatal állás ajánlatára. Rengeteg ember meg lehet ismerni, rengeteg kapcsolatot lehet teremteni mindenkivel, különböző barátságokat, amik akár tovább is tartatnak, mint nyár, úgyhogy megéri igazából teljes mértékben. Dombóváron idén több diák jelentkezett nyári munkára az önkormányzathoz, mint tavaly. Most 23-an vannak, míg 2020-ban 20-an dolgozhattak. A gyerekek főleg parkgondozási feladatokat látnak el, vagy padokat festenek, de dolgoznak a polgármesteri hivatalban is. Próbáljuk őket rotálni, hiszen hétről hétre másik munkahelyen jelentkeznek. Jövő héten elindulnak a régészeti feltárások újból a Dombópál váránál, a fiatalok ebezinám is érdeklődést mutatnak, és ez is örömteli, hiszen tavaly egyetlen egy fiatal se tudtunk rábírni, hogy részt vegyen ebben a munkában, az idén már 5 önkéntes is jelentkezett. Az önkormányzati nyári diákmunkában résztvevő fiatalok bérét az állam fizeti, idén erre 3 milliárd forint áll rendelkezésre.